Sziasztok! Ebben a mai kis videóban ismét inkább egy érdekességet, inkább egy ilyen néprajzos vonalas dolgot mutatnék be nektek. Ugye egy régebbi videóban már mutattam egy bedroll variációt, most egy másik, egy még régebbi variációt szeretnék nektek mutatni. Gyakorlatilag ez egy pokróc tekercs. Ezt is a könnyű felszereléssel utazó vándorok használták, akiknek aztán tényleg nem nagyon volt semmiük. Főleg olyan időszakban, vagy olyan vidékeken, ahol esővel nem nagyon kellett számolni, vagy hogyha mégis ezt is meg lehet oldani. De itt az a lényeg, hogy azok az emberek használták, akiknek sem tehetségük, sem lehetőségük nem volt nagyobb felszereléssel vándorolni, viszont vándorlásra voltak kényszerítve. Valamint régi hadseregekben katonák alkalmazták ezt a fajta pokróc megoldást, bár igazából az eredeti, az a patkó formájú megoldás volt. Hát én most egy másik megoldást mutatok, ez inkább az erdei emberekre volt jellemző. Fordulok, hogy lássátok. Oldalról és hátulról, hogy néz ki. Ez az összeállítás. De mint látjátok, én ezt úgy oldottam meg, mint egy hátizsákot, hogy két pánttal lehessen fölvenni a vára. Akkor most megmutatom, hogy mit is tartalmaz tulajdonképpen ez a kis összeállítás. De azt kiemelném, hogy ebbe a pokróc összeállításba végül is a nagyobb dolgokat, az alváshoz szükséges felszerelést és esetleg a tartalékruhát tették. Ugye amire még szükség volt menet közben, a víz meg az étel, azt külön oldották meg, ugye egy ilyen várakasztós kulaccsal én például, és ugye egy tarisznyával, amit rögtön meg is mutatok, mert hát ebben nincs olyan nagy ördöngősség. Ez a pamut a szenesített ronynak. Tehát lehet látni, hogy az kis elemózsia benne van, egy kis kóvász, egy kis kenyér, és hát mindenféle apróságok, nekem most speciálisan egy élező, egy lámpa, egy fűrész, egy vályókés, egy kanál, kesztyű, és hát itt ugye fejlámpa, meg a tábori higiénes cuccok. Gyakorlatilag ennyi. Viszont ami érdekesebb ebből a szempontból, ez maga, ez a pokrózba csavart vedról. Azt látjátok, hogy ilyen szíjakkal van összefogva, bőrszíjakkal, és így gyakorlatilag a mostani tevékenységhez szükség lesz ásóra, ugye ezt is be tudom tenni a szíj mögé, szükség lesz baltára, ezt is be tudom tenni a szíj mögé, és hát ugye a számomra elmaradhatatlan csajka, amiben a vacsorámat szoktam elkészíteni, ezt is fel lehet ide szíjazni. És akkor szépen elkezdjük kibontani. Anki, ezek milyen szíjak, ezeket te csináltad ezeket egyébként? Ezeket én csináltam. És mindegyik méretre van vágva, tehát hogy így tervezted, hogy ezt ekkorára lesen összenyomni? Így terveztem, tehát úgy terveztem, hogy ugye 2 centis bőrszíjakat készítettem, ennél sokkal hosszabbakat, és kimértem, hogy egy ilyen összeállításhoz mi az, amire szükség lehet, meg hát nyilván ráhagyással, hogyha mondjuk egy téli akcióba több cuccot akarnék magammal vinni, akkor azt is be tudjam rollizni ebbe az összeállításba. Látjátok, egy ilyen kis összekötő van benne. Az egyrészt, hogyha nincs benne rajta annyi cucc, akkor ennél fogva is lehetne vinni. Illetve a félvállas hordási technikánál is, ugye, hogyha ez alatt átfűzök még egy bőrszít, akkor félvállon is lehetne vinni. Valamint hát ugye ez a két fül azért van, hogy a csajkát fel tudjam rögzíteni. Ugye most jelenleg ez a hordszíja a dolognak.
Ez a régi cseh katonai hátizsák, az a kanavász katonai hátizsáknak a hevedelzete tökéletesen megfelel erre a célra. Ugye ide van beakasztgatva, ilyen kis beakasztós módszerrel. Úgyhogy ez így tökéletesen megfelel. A bőrszíjakat megbontjuk. Így ez a kis összeállítással is távolítható. És ugye a lényeg, hogy ebbe gyakorlatilag beleférnek ezek a ruhaneműk, meg a szükséges egyéb tartalék felszerelés, ami nagyobb terjedő. Lennyelt ugye sima lószörfokrót. Azt látjátok, hogy ez így be van hajtva, az nem véletlen. Ez megakadályozza azt, hogy kipotyogjon belőle a sok holmi, mert ugye így le van zárva a két oldala, oldalra semmi nem tud kicsúszni, és mikor tekerem fel, akkor gyakorlatilag az alja és meg a teteje is le van zárva a betekerés által, így nem potyog ki belőle semmi. De azt még az elején elfelejtettem mondani, hogy most azért készültem így erre a hétvégére, mert tudom, hogy hol fogok aludni, van a menedékem, ugye ez egy állandó menedék. Ide olyan sok dolog nem kell, minden adott, tehát gyakorlatilag csak a legszükségesebbeket kellett hozni. És akkor, ha széthajtom, kukrócom. Itt van benne egy poncsó, ez az elmaradhatatlan Bundeswehr poncsó. Ugye ez több funkciós, egyrészt, hogyha véletlen esős idő lenne, akkor ezt a menedéket azért nem árt kicsit vízhatlanabbá tenni, mert ugye leszállt róla a lomb. Valamint, hogyha esős az idő, és ugye kicsit vándorolni is akar vele az ember, akkor ugye megcserélődik a sorrend, ez a poncsó kerül kívülre, abba kerül bele a pokróc, és így gyakorlatilag vízhatlanítottuk a cuccot. Ugye ez is össze van hajtva, rá van hajtva a két oldala, ez is pont azért, hogy összefogja azt, ami benne van, nem szóródik szét, nem tud kiesni belőle semmi. És akkor, ha kihajtom, itt lehet látni, tulajdonképpen itt tartalék felszerelést, ugye van benne egy kalfag napsütésre, néhány ilyen berántó zsinó a poncsó rögzítésére, hogyha kéne, ugye egy váltózokni, váltógatya, egy váltópóló, vagy hát igazából éjszakára alváshoz én jobban szeretek ilyen pamutpólóval aludni, ugye egy kis párna, mert uriasan már azt is lehet, és benne van még az anorákom, hogyha véletlen esősre fordulna az idő, mert ahogy nézte az időjárás jelentést, elvileg ma estére már mond ilyen záporokat, zivatarokat, úgyhogy ennyi. Láthatjátok, nem egy olyan nagy ördöngőség ezt megcsinálni, ezt bárki otthon is meg tudja csinálni. Hát azt hiszem van még annyi időnk, hogy megmutatom akkor, hogy gyakorlatilag hogy lehet ezt összerakni. De kiterítettem a pokrócot, rátettem a poncsót, a poncsóba beleteszem szépen az anorákomat, vagy bárki akármilyen felső ruházatát, ide a párnát, váltópóló. Az a lényege, hogy mindent szépen, hogyha lesimítva beleteszünk, akkor nem is nagyon gyűrődik össze, mert ez olyan, mint egy úti vasaló, hát jó, nyilván nem olyan, mint hogyha ki lenne vasalva, de mégis majdnem. Sok lesz. Ennyi. Szépen behajtom. Most a behajtást én úgy méreteztem le otthon, hogy mennyire kell összehajtani ezt. Szépen fogtam a baltámat, mivel hogy az is rajta van a cuccon. És a baltával kimértem, hogy körülbelül egy balta méret legyen, hogyha betűzöm az egész összehajtás mellé, akkor az nagyjából azt adja, hogy ennek 50 centis a nyele. Úgyhogy ez körülbelül egy ilyen elfogadható méret. Így. Az megvan, akkor szépen a takarót is behajtom. Elkezdem feltekergetni.
pont a legjobb a helyszín, mert itt aztán minden ráragad. De megoldható. Ilyen szempontból is egyébként lehet, hogy jobb a poncsót kívülre rakni, mert arra ugye nem tapad fel semmi. És védi az összeállításunkat. Egyébként megágyazásnál csak simán kirázom, mint ahogy a pokrócot kirázzák, mert hát hiszen ez egy pokróc, és akkor nem marad benne semmi olyan kosz. Így. És ezt gyakorlatilag ezzel a bőrszíjjal összeszíjazom, és kész is az összeállítás. Nem mondom azt, hogy ezt kell túrázásra használni minden áron, mert hát nem véletlenül alakultak ki a modern túracuccok. Viszont aki hozzám hasonlóan szereti az ilyen régebbi dolgokat, szereti átvenni azt az életérzést, amit ez jelentett valamikor, annak ajánlom, hogy próbálja ki, mert fantasztikus élmény, és hát nem utolsó sorban lehet lefagyást és megdöbbenést kelteni a társakban, vagy akikkel találkozunk az út során, mert így ma már nem nagyon csinálja senki. Remélem tetszett nektek, remélem hasznos volt, találtatok olyat benne, amit megvalósítanátok, és még egyszer mondom, próbálja ki, aki csak teheti, mert nagyon nagy élmény. Köszönöm, sziasztok!